Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent János könyvéből. Egy alkalommal, amikor Jézus látta, hogy Nátánael közeledik hozzá, így szólt: Nézzétek, ez egy igaz izraelita, nincs benne kétszínűség. Nátánael megkérdezte: honnan ismersz engem? Jézus így felelt: még mielőtt Fülöp hívott volna, láttalak a fügefa alatt. Nátánael erre elismerte: Rabbi, te vagy az Isten fia, te vagy Izrael királya. Jézus így szólt: azért hiszem, mert azt mondtam, láttalak a fügefa alatt. Nagyobb dolgokat is fogsz látni ennél. Majd így folytatta: bizony-bizony mondom nektek, látni fogjátok, hogy megnyílik az ég, és Isten angyalai felalászának az ember fia felett. Ezek az evangélium igéi. Kedves gyerekek, testvéreim! Ezen a mai napon, egyházközség búcsúnapján az angyalokat köszöntjük, és egy különös tisztelettel is Szent Mihály Arkangyal köszöntjük. Hát az angyalokról túl sok mindent nem tudunk. Kezdeném egy kicsit azzal, ahogyan ti találkoztok ezzel a szóval, hogy angyal. Néha mondják rátok a szüleitek: jaj, most olyan angyal voltál. Vagy hogyha valamit szépen el kell végezni, akkor azt megkérdezik, hogy na, ha több testvér van, ki lesz közületek az angyal? Tegye fel a kezét, aki már hallott ilyet a szüleitől, hogy angyal lesz, angyal voltál. Óriási. Hát látom, azért szokták ezt mondani a szüleitek. De ez mit jelent szerintetek, hogy angyal vagy? Azt mondja anya, hogy angyal voltál, angyal lettél. Mit jelent ez szerintetek? Azt, hogy nagyon jó voltál. Hát igen, hogy nagyon jó voltál. Például, amikor meg kellett tenni mindent, akkor mindent megettél, angyal vagy. De ez azt jelenti, hogy te tényleg angyal lettél. Nem, ugye? Hát milyenek az angyalok? Hát egyet biztos tudunk, hát ahogy a szüleitek is mondják, és sejtjük, az angyalok nagyon jók. Tehát amikor az ember nagyon jó, ezért mondják a szülők, hogy angyal vagy. Tehát igazából te sohasem leszel angyal, és nem is voltál. Ez egy tévhit, amit sokszor mondanak, hogy régen angyalka voltál, a Jóistennél üldögélt egy felhőcskén, nem üldögélt és sehol sem, mert nem voltál. Akkor lettél, amikor a mennyei atya téged megteremtett. És anyucikának a hasában elindult az élet. És soha nem leszel angyal. Amikor a mennybe mész, amikor meghalsz, akkor sem angyalként mész a mennybe, mert ember vagy. Angyalok azok angyalok, az emberek azok emberek. Ahogyan nem mondhatják neked sem, hogyha jó leszel, akkor teknős leszel, de ha rossz leszel, akkor vaddisznó. Ugyanígy nem lesz az emberből angyal, az angyalból nem lesz ember, és így tovább. Megvan a teremtő Istennek a rendje. És ezt sokszor nem hiszik el az emberek, akik olyan butaságokat vallanak, hogy az emberi lét átfordul valami más lénybe, és aztán így megy tovább ugye a reinkarnációnak az elmélete szerint. Nem. Mi tudjuk, hogy a teremtett világot a Jóisten így alkotta meg, hogy vannak emberek, és vannak angyalok. Kik az ügyesebbek? Szerintetek az angyalok, vagy az emberek? Kik az ügyesebbek? Na, itt látok valakit jelentkezni. Angyal. Az angyalok. Miért gondoljátok, hogy az angyalok ügyesebbek? Attól függ, hogy miben. Á, Ez már nagyon jó. Attól függ, hogy miben. De vannak dolgok, amit az angyalok nem tudnak, az emberek igen. Az angyalok nem tudnak sírni. Mert nincs szemük. Borzasztó. Nincs szemük. Hát itt látjuk a Szent Mihály Arkangyalt, itt az oltári szentség fölött egy szobor. De ez csak egy szobor. Se szárnyuk, se szemük, se... Mert ők szellemek. Attól még látnak minket, de nem a szemükkel. És nem tudnak sírni, mert nincsenek érzéseik. És milyen csodálatos az ember, aki sokkal ügyetlenebb, mint az angyal, de mégis a Jóisten az ő fiát, amikor elküldte, nem angyalként küldte el, hanem hogyan küldte el? Isten az ő fiát hogyan küldte el közénk? Emberré lett. Emberré lett. Akkor ez óriási méltóság, embernek lenni. Az angyalok, bár fölöttünk vannak, mégis minket szolgálnak. Milyen csodálatos dolog ez, hogy a Jóisten olyan testvéreket adott nekünk, akik szellemek, akik nagyon jók, sokkal ügyesebbek, mint mi, és itt vannak a mi életünkben, és segítenek bennünket. Nem sokat tudunk az angyalokról, de amit tudunk, az általában abból tudjuk, hogy a Jóisten milyen feladatot ad nekik, és a nevükben benne van az ő szolgálatuknak a lényege. Kedves Gábriel arkangyal, kedves Ráfáel főangyal, bocsássatok meg nekem, hogy most titeket egy kicsit háttérbe szorítlak, de megérthetitek, mert a társatok Szent Mihály arkangyal ennek a templomnak a titulussal a védőszentje, és most inkább őt emelném ki, bár a ti ünnepetek is van ezen a mai napon. Számunkra Szent Mihály neve hordozza azt a küldetést, ami az ő szolgálatának a lényege. Ki tudja, talán a nagyobbak közül, hogy mit jelent Mihálynak a neve, az, hogy Mihály. Ez mit jelent? Mit jelent az, hogy Mihály? Van, amit megsugok nektek, az, hogy Mihály, az nem is egy név csupán, hanem ez egy kérdőmondat, egy kérdés. Úgy is mondhatnánk, hogy Mihály. Ez az ő nevének a lényege. Ki olyan, mint az Isten? És ez a kérdés emlékeztet bennünket arra, hogy ő még a teremtés kezdetén, amikor még a Jóisten megalkotta a világot, hát megteremtette a teremtett szellemeket, és az angyalok is teremtett lények, nekik is van születésnapjuk. Csak az örökké valóságban történt, ez időn kívül. Akkor voltak angyalok, akik azt mondták, hogy én olyan leszek, mint az Isten. Mert látták, hogy milyen csodálatos az Isten. És azt mondták, én olyan akarok lenni. És ezzel a gőggel kizárták magukat a mennyből. Volt egy fényes angyal, nagyon értelmes, nagyon sok világosságot hordozott, ez is a neve, hogy fényhordozó, akit aztán elzavartak a mennyből. Ki volt az? Lucifer a fényhozó, ezt jelenti Lucis a fényhozó, ő hozott, egy csodálatos fényt hordozott, de ő gőgös lett. És azt mondta, én olyan akarok lenni, mint az Isten. És erre Szent Mihálynak volt a feladata, hogy őt kizárja a mennyből. Nézzétek csak meg a mi szobrunkat, itt ennek a faszobornak, Szent Mihály szobornak a kezében van egy kard. Ez a kard emlékeztet arra, hogy ő küzdött. De furcsán tartja ezt a kardot. Nem gondoljátok? A rádióhallgatók csak elképzelni tudják, hogy áll ez a kard Szent Mihály kezében? Hogy áll ez? Lefele. Hát lefele szoktuk tartani a kardot. Hát nem, a hüvelyéből kihúzzuk és fölfele tartjuk. Vajon miért áll ez a kard lefele? Mire szokták a kardot használni a katonák? Régen mire használták, fiúk? Mire használták a kardot? Fiúk, ne a lányok. Hát lányok, itt egy vagy fiú. Arra, hogy öldjenek le az öreket. Ez az öldöklése. Szent Mihály nem fölfele tartja a kardot, hanem lefele. Ő nem azért kapta Istentől a hatalmát, hogy öljön és pusztítson, az a sátánnak a vágya. Nem, ő azért, hogy védjen. Mert ez a gonosz Lucifer, ez a sátán, ez ide a földre vetett le, és itt próbál bennünket is rávenni arra, hogy is legyél olyan, mint az Isten. Ezt már egyszer megpróbálta, és ebben el is buktunk. Mikor volt az, amikor rávette az embert arra, hogy legyél te is olyan, mint az Isten. Mikor mondta ezt nekünk, és elhittük, és ez lett, ami vesztünk. Pontosan ott. Olyan leszel, mint az Isten. Ne várja jó Istenre. Te is lehetsz olyan hatalmas. Az ember ezt a gőgös butaságot elhitte. Azért estünk el. Ebben is segít bennünket Mihály. Emlékeztet arra, hogy nem lehet soha olyan, mint az Isten. Maradj ember! Ember, maradj ember, és akkor tudod dicsérni az Istent. Ő majd fölemel téged oda, mert nagyon-nagyon szeret téged, mert a képmása vagy. Ez az örömüzenet. Emlékeztet Mihály bennünket erre az alázatra, és bizony ez az hétköznapi életünket is át kell, hogy járja ez az alázat, hogy nem szabad 0-24 óráig például dolgozni, és vasárnap vásárolni, és mindent csinálni. Istenné tesszük magunkat. Állj meg, ember! Az Úr napját szenteld meg. Tarts pihenést, dicsőíts az Istent. Ez az egyik üzenet. Ez ebben a népben benne van, hogy Mihály. A másik micsoda? Hát ezt nem csak nekünk mondja Mihály, hanem úgy magában is. Azt mondja, ki olyan, mint az Isten. Mit gondoltok, ezt miért mondja? Amikor magától mondja. Szentéli, látja Istent. Látja mennyei atyánkat, és csodálkozik, és azt mondja, de csodálatos. Hát ilyen szépet nincs még a világ, ahol láthatnánk. Nincs a világon ilyen csoda és ilyen szépség, mint az Isten ragyogása. Ki lehetne ilyen szép és ilyen dicsőséges, ilyen szent és ilyen hatalmas, mint maga az Isten? Csodálkozik és gyönyörködik az Istenben. És ezzel bennünket is meghív Mihály, ez a ti hivatásotok. Ez lesz a mennyországnak az öröme. Szemléljük Istent, és ez lesz az ételünk, az italunk, a beszélgetésünk, mindenünk. Csodálatos az Isten. Ha ránézünk erre a Szent Mihály szobora itt a tabernákulum fölött, akkor nem csak egy kard van, amit ilyen alázatosan, szolidan, sztrényen lefele tart, most már tudjuk miért, Szent Mihály, hanem a másik kezében is van valami. Mi van? Mondjátok, mit látsz? Igen, ott van a szentostya, egy érdekes Szent Mihály ábrázolás ez. Nem csak a küzdelmet jelzi, hanem azt, amit az egyes eukarisztikus kánonban az egyház mindig is imádkozik, hogy kérjük Isten, hogy küld el angyalodat, hogy áldozatunkat vigye a te mennyei oltárodra, isteni fölséged színe elé. Itt éppen emelkedik föl ez a Szent Mihály alak, és viszi a mi áldozatunkat, az egyház legcsodálatosabb ajándékát, amit mi is az mennyei atyától kaptunk, Jézust az oltári szentségben. Az angyalok imádkoznak. És sokszor elképzeltem ezt, hogy milyen lehet az, hogyha állandóan imádkoznak, azért egy mise is, azért már végére elfáradunk, ugye gyerekek? Legalábbis a gyerekek. És végig képzelj egy véget nem érő misét. Jaj. Milyen lesz az? Nem is eszünk, nem is iszunk, csak énekelünk, meg imádkozunk. Nem lesz az unalmas? Hát nem. Mert olyan csodálatos lesz Istennek a látványa, hogy elfelejtünk enni-inni. A szánk tátva marad a csodálkozástól. Az angyalok így állnak Isten előtt, öröktől fogva, pontosabban a teremtésétől fogva, egy örökké valóságon át. Így állnak Isten előtt, és csodálják őt, milyen szép vagy. Milyen hatalmas, milyen erős, milyen jóságos, milyen szent vagy Istenünk. És erre hívnak meg az angyalok minket. Szent Mihály pontosan ebben a templomban, a mi templomunkban, erre hív meg minden közösség alkalmával, hogy imádjátok őt. Segítek nektek, hogy a szíveteket is oda emeljétek ő hozzá. Oda viszem áldozataitokkal az életeteket. Ekkor lesztek boldogok. Tudjátok, egyszer Jézus azt mondta, amikor a botránkozásról volt szó, hogy a gyerekeket és a kicsinyeket az egyházban meg ne botránkoztassátok. Mit jelent a botrán? Az, hogy csalódnak. Azt mondják, hogy akkor ez mégsem igaz. akkor talán Isten mégsem nagy, mégsem szent, mégsem jó. Vigyázzatok, mondja Szent Mihály, Isten nagy, szent és végtelenül jó. És hogyha így megbotránkoztatnátok a kicsinyeket, azt mondja Jézus, vigyázzatok, mert angyalaik, mert mindenkinek van egy angyala, nem csak Szent Mihály, ami védő angyalunk, mindenkinek van egy őrző angyala. Angyalaik szüntelenül szemlélik az én mennyei atyám arcát. Látják az Istent. És az nekem miért jó? Én nem látom. Azért, mert ebben erő rejlik. Ők olyanok, mint a testőrök, akik megvédnek bennünket, azáltal védnek meg, hogy Istent imádják. A dicsőítésben óriási erő rejlik. Ha mi Istent magasztaljuk, ha mi Isten nevét felemeljük, akkor ebben erő rejlik. Csomó olyan akadály tud megszűnni az életünkben, olyan gát szakad át, ami megakadályoz bennünket az Istenhez való közeledésben és egymás szeretetében. Gondoljatok csak Jerikó ostromára, az Ószövetségben úgy vették be azt az idegen várost, a választott fiai, amikor az ígéret földje felé tartottak, hogy nem kardot fogtak, nem harcoltak, csak Isten parancsára körbejárták a fallal körülvett várost. Minden nap egyszer. És a 7. napon 7-szer tették, trombitáltak, és Isten dicsérték, és a falak leomlottak. A dicsőítésben erő rejlik, erre tanít bennünket Szent Mihály. Tanuljátok meg az egyházzal együtt dicsérni és magasztalni az Isten. Mi is ezt tesszük az örökkévalóságban, a mennyei atya színe előtt. Így vagyunk mi egyek. Segít minket imádkozni, és milyen jó lenne, hogyha készülve az eukarisztikus kongresszusra, meg itt egyházközségünkben komolyan vennénk az hétköznapi, mindennapos szentségimádási lehetőséget egész nap. Ide jönnénk és csodálnánk és szemlélnénk Jézust, és elhinnénk, hogy sokkal több akadály tud elhárulni. A falak ledőlhetnek emberi szívekben és emberek között, hogyha Isten dicsérjük és dicsőítjük. Szent Mihály, így segít bennünket. Segíts minket, Szent Mihály. Védelmez minket a küzdelemben, a sátánnal szemben, és taníts meg bennünket Istent végtelenül magasztalni. Amen.